A legsikeresebb hazai vitorlázó, aki eddig ötször hajózta körbe a földet, nem egy alkalommal saját tervezésű és készítésű óceánjáró vitorlásán. Legutóbbi 2017-es célba érése után azonban úgy nyilatkozott, hogy visszavonul. Mai vendégem Fan Andor, köszöntöm a stúdióban. Én is köszöntöm. Ugye 4 éve volt utoljára tengeren. Mit jelent ez a visszavonulás, végleg kikötött? Nehéz kérdés. Igen, hogyha a korábbi nyilatkozataimat veszem figyelembe én, akkor igen. Hogyha a vágyaimat veszem figyelembe, akkor meg nem tudom. Hív, nagyon hív az óceán, hív az a világ, aminek én részese vagyok. Ez a professzionális szólóvitorlázó globális világ. Ez nagyon szól hozzám, most a legutolsó verseny éppen befutott most, amikor karácsony környékén, valamikor, az hát nagyon megérintett. Hajók, emberek, az események. Ilyenkor mindig kiderül, hogy hiányzik, igen. És mitől függ az, hogy Fan Andor víz leszáll-e még? Hát sok mindentől, a leginkább a koromtól, azt hiszem. És a korommal járó, ha úgy tetszik józanság, ha úgy tetszik egészséges önkritika, ha úgy tetszik kopó, tűz, motiváció, ha úgy tetszik az, hogy egy ilyen rendezvényre elmenni, az egy sok éves program. És nekem most eldönteni azt, hogy mit fog csinálni 3, 4, 5 év múlva, az azért komoly felelősség. Én nem tudom, hogy 70-valahány éves fejjel milyen állapotban leszek, hiába érzem magam most jól. Ez lehet egy kincstári érzet. És egyáltalán nem biztos, hogy olyan jó állapotban vagyok, hogy még alkalmas lennék. Tehát ezt óvatosan kell kezelni. Ez egy egyszemélyes döntés lenne, vagy a család is kell hozzá ilyenkor? Mindig is kellett a család hozzá. Az előző versenyhez is élveztem a család bizalmát. Aztán most a család élvezi az én ígéretemet, hogy nem megyek többé. Hát majd meglátjuk, hogy ebből mi jön ki. A józanész azt mondja, hogy elég volt. Igazából úgy vagyok vele, mint még jó pár dologgal az életemben, hogy azt már nem csinálom, amint csak veszíteni valóm van. És azt hiszem, hogy ezen inkább veszíteni valóm van. Valamit elértem, csináltam teljesítményben, eredményben, ha úgy tetszik, információhalmazban a külvilág számára. Ha én ezt csak rontani tudnám, akkor nem biztos, hogy érdemes. Ennyi munkával, ennyi küzdelemmel, ennyi pénzzel nem érdemes negatív pontokat gyűjteni. Hagyjuk most a szólóvitorlázást. Mit csinál most? Mivel foglalkozik? Én előtte is, azóta is kikötők tervezésével és építésével foglalkoztam a cégem. Ezt csinálja, rengeteg munkánk van, hál' Istennek. Most van egy ilyen kikötőépítési boom. Sokkal több munkánk van, mint amennyit szeretnék. Munkában egyébként soha nincs annyi, amennyit az ember szeretne. Vagy sokkal több, vagy sokkal kevesebb. Most a sokkal több szenárió van. De megpróbáljuk utolérni kapacitással az igényeket, és most ezen dolgozom. Nagyon, nagyon élvezem egyébként. Üzletileg mindenképpen hasznosnak tűnik. Erről érdemes sokat beszélgetni, mert ami most hasznosnak tűnik, lehet, hogy 3/4 év múlva már bukóra fogok állni vele. Nagyon óráról. Úgy tessék képzelni, hogy 12 órás árajánlatokat kapok, ha be akarok szerezni valamit. Úgyhogy megkapom délbe az ajánlatot, és éjfélkor lejár. Ez köszönhető most egyébként ilyen, most mondjuk a járványhelyzetnek? Tehát, hogy nagyon felborult a normális rend? Vagy ilyen az üzleti világ? Nem tudom megmondani, hogy mi. Azt gondolom, hogy a járványhelyzetnek a farvizén irgalmatlan tőzsdemanipulációk zajlanak. És ennek a manipulációnak lehet ez következni. Természetes módon nem ennyire volatilis a piac és az árfolyamok. Én szerintem manipulálják. Ha már a járványhelyzetet szóba hoztam, mennyire bírta a bezártságot vagy a karantént? Egyáltalán átélték-e családilag, vagy visszaesett-e bármiben a szokásos? Családilag abszolút. Bezártuk magunkat olyannyira, hogy egy időszakban még a gyerekeinkkel sem találkoztunk. Ők előbb megkapták a vírust jóval, még tavaly év végén. Akkor azért nem, aztán egy darabig azért nem, aztán vártunk az oltásra, akkor azért nem. Hát egy fél év az úgy elment az életünkbe, hogy csak a kötelezők voltak meg. Akkor utána az üzemembe egy vírustagadó behozta a vírust, és lefertőzte az egész műhelyt. Akkor 2 hétig kiürültünk. Hát volt minden ebből. Mostanra szerencsére túl vagyunk rajta. Mi már védettek vagyunk oltással. Én beoltattam magam, elsők között jelentkeztem.
én is, feleségem is. Lassan most már gyerekeink is megkapják, sorra kerülnek, de részben védettek is, amiatt, hogy túlestek rajta. Tehát nagyjából ez a helyzet, ismét tudunk termelni. Minket nem érintett annyira, mint másokat. Azt gondolom, hogy sokkal jobban panaszkodhatnak a bezártságra. Én azért bementem a műhelybe, gondolkodtam, terveztem, csináltam, mentek a napok egyik a másik után, és nem éreztem magam bezárva. Azt mondják, hogy azt gondolnám, hogy Fanándor jól bírja magányt és a bezártságot, hiszen mondjuk a hosszú óceáni vagy a tengeri utak során ugye egyedül volt a gondolataival. Milyen gondolatok foglalkoztatják mostanában? A magányt rosszul bírom. Igen. Az egyedül létet bírom jól. Miben különbözik a kettő? Hát óriási különbség van. Azt szoktam mondani, hogy az az ember, aki jól el van a saját személyiségével, a saját agyával, a saját gondolataival, az csak egyedül van. Az a magányos, aki menekül önmagától, és nincs meg hozzá az a segítség, hogy őt kirántsák ebből a önmagammal lenni kellemetlen állapotból. Tehát én mindig egyedül voltam, soha nem zavart az, hogy én egyedüket teljesítsek, és egyedüket döntéseket hozzak, stb. De hát ez a hosszú egyedül lét aztán azzal a következménye jár, hogy az ember bizony farkas szemet néz a saját gondolataival, a saját tapasztalataival, a gyerekkorival, a kora felnőtt korival, aztán a késő felnőtt korival. És ezeken elkezd gondolkodni, hogy igazából ez hogy is volt, mint is volt, akkor azt gondoltam valamiről, most mit gondolok. A tapasztalatok, a küzdelem, a természet, az mire tanít meg, és mit változtat meg bennem. Úgyhogy ezek az élmények, ezek jelentősen visszaköszönnek nekem, és jelentősen meg is változtattak. És hogyan? Tehát mire tanított az óceán Fanándort? Milyen ember lett? Ha most egy közérthető, egyszerű mondattal akarnám kifejezni, akkor azt mondom, hogy egyre konzervatívabb lettem. Sokan azt hinnék, hogy az ember, ahogy látja a világot, és utazik, és minél több kultúrával, emberrel találkozik, akkor mindig nyitottabbá válik, egyre kozmopolitább, ha úgy tetszik, egyre liberálisabb. Ez lenne a logikus. Ez lenne a logikus, igen. De pontosan ez az élmény halmaz, ami az embernek megtanítja, hogy befelé keresse önmagát, és befele keresse a saját igazságait nekifele. Az, ami másnak esetleg ezt jelenti, amíg tévéből nézi, addig a valóság megismerése, az szerintem sokkal inkább ilyen irányba tereli az embert, főleg a természet ebben. Nem is az emberi társadalmi élményeket értem ez alatt, mert az olyan, amilyen, és az, amerre csak a világba mentem, mindenütt másmilyen. De a természet az nagyon sok mindenre megtanítja az embert, ami úgy hogy magától nincs. Az egyik könyvében leírja, hogy amikor ilyen több tíz emelet magas hullámokkal találkozik az ember az óceánon, akkor nincs olyan hajós vagy vitorlás, aki ne lenne istenhívő. Ön istenhívő lett a tengeren vagy az óceánon? Hát részben ott, részben már a neveltetésemből kifolyólag. Illetve pontosabban ez úgy néz ki, hogy gyerekkoromban vallásra neveltek. És ez lassan, de biztosan a sport által, aztán az útjaim és a megpróbáltatásaim által ez átfordult hitbe. Nagyon két különböző dologról beszélünk. És egy időben, legalább egy ilyen 20-25 éves időszakra én eltávolodtam a vallástól. Csak a hit létezett számomra, amit én megtapasztaltam, agyilag föl tudtam fogni, ahova engem a gondolataimban elvitt a tapasztalás, az volt. És bizony kellett hozzá az a közel 60 év és az egyéb tapasztalatok, hogy rájöjjek, hogy a vallásnak pontosan ugyanolyan fontos szerepe van a társadalomban. Nem nekem, egyénnek, hanem a társadalomnak, mint rendezőelv. Már ha jól csinálják, már hogyha az adott illetékes egyház mindenkinek a magáé, az azt teszi, ami a dolga. Efelől persze vannak kétségeim. A hitelesség persze és az igazságkeresése fontos, és az egyházak hitelessége is, ahogy ön is említette. Beszéljünk akkor ezekről a bizonyos időtávlatokból, ugye a vendéglob megállás nélküli szólóversenyen először ugye 39 évesen, és utoljára puskázott több mint két évtized elteltével 63 évesen rajtolt. Sokat változott a minket körülvevő világ ezek alatt az évtizedek alatt, már a dolgok lényegét vagy természetét tekintve. Hát közhelyes haszonom, hogy igen. Inkább úgy fogalmaznám, hogy az alatt, az időszak alatt drámaian sokat változott a világ, az emberi társadalmi világ,
amíg elindultam és visszajöttem. Az alatt a 3 hónap alatt. Más volt az élményhalmazom előtte, és visszaérkeztem egy közegbe, egy szellemi kakofóniába, amiből megpróbáltam kiszűrni, hogy mi a túró zajlik itt. És persze látom, hallom. És de ez minden, a pár tehát, hónap, ez egy drámai változás volt minden, számomra. Tehát mi volt más, amikor visszajött? Vagy mit tapasztalt, ami új volt? Én előtte vagy nem figyeltem eléggé, vagy nem volt még a genderelmélet. Nem volt még a BLM mozgalom. Nem volt még nagyon ez a Me Too, és nem voltak azok a borzalmasan erőszakos, negyed szintig végig gondolt filozófiák, amik addig, amíg egy ember gondolja úgy és mondja, addig nincs vele baj. De amikor intézményesül és globálisan fújják, ott már baj van, mert ezek nincsenek végig gondolva. Egyik sem megy el a falig, hogy mi történik belőle. És ilyenekből már láttunk a történelemben néhányat, amikor úgy nézett ki, hogy jaj, de klassz, majd ezt jól megmutatjuk, meg boldoggá tesszük vele a világot, és mindig tömegmészárlásba futott. És amit most látok, egyébként ez Pepitában ugyanaz. Tehát most is rossz előérzete van ezekkel a folyamatokkal kapcsolatban? Nagyon rossz előérzetem van, mert én azt gondolom, hogy ezek a fundamentalista hívői, a jót teszünk a világnak, ez pontosan ugyanolyan erőszakos banda, mint ami korábban volt. Mikor szembesült ezekkel a folyamatokkal először? Most nem konkrétan mondjuk a gender ideológia megjelenéséről beszélek, de hát sokat utazott, ön is mondta, hogy ezért sokféle társadalmat, embert megismert, és nyitott volt a világra. Feltételezem, nem az elmúlt években találkozott először ezekkel az ideológiai áramlatokkal. Nem, ez a legutolsó időszaknak a termése, és addig még hatott rám a média, amíg ki nem tiltottam az életemből. Jelen pillanatban nyugodtabban élek, mert egy fél éve kidobtam a tévét minden estől úgy, ahogy van, tehát politikai műsorokat nem nézek, válogatottan nézem azt, amit akarok, és nyugodtabb vagyok. Attól még tudom, mi zajlik a világban, mert autóban ülök, hallgatom a rádiót, és azért csak beszűrődik az, amit akarnak. Hat rám, bármennyire szűrten jön át, csak olyan médiát hallgatok, akik már a józanész oldalán próbálnak meg maguknak helyet találni, mégis átjön a világnak ez az irdatlan kretén irányba való haladása, amit nem is tudok minősíteni. Szóval van egy rossz érzés, igen, a jövő érzés, nem magam miatt, a gyerekeim miatt, az unokám miatt, mert egyszer csak lesz itt egy olyan világ, amiről nagyon nem tudjuk, hogy milyen lesz. És a szüleim főleg, de kicsit még én is, mi egy előzőt már megéltünk ebből. Tudjuk, hogy milyen volt az. Tudjuk, hogy gyomorforgató a fasizmus. Tudjuk, milyen gyomorforgató a kommunizmus. Hogy teszi ember 10 milliók, 100 milliók életét tönkre. És ne legyenek már illúzióink, amire most a világ megy, ez pont ugyanez Pepitába. Nem túlzás a totalitárius ideológiákhoz hasonlítani, mondjuk most ezeket a progresszív irányzatokat? Hát én szerintem 32-ben a németek se hitték, hogy hova fog ez kifutni. Mint ahogy most is azt hiszük, hogy jaj, de progresszív. Nem, nem túlzás. Miben merül ki ebben a világban Fanándor konzervativizmusa? Hát én azt gondolom, hogy amit a különböző dolgokról gondolok, és meggyőződése gondolok itt a nemek szerepéről, a családról, a nemzethez való tartozásról, nem feltétlenül ország, hanem a nemzetben való gondolkodásról, az értékrendről, hogy milyen típusú értékrendet vallok a magaménak, melyik az, amelyik nem egy az egyben, de többségében közel áll hozzám. Egy az egyben semmit sem tudok elfogadni úgy, ahogy van, beszélgessünk, és majd kiderül, hogy ki mit gondol, jussunk valamire. De nincs is beszélgetés a világban, nincs párbeszéd, mindenki fújja a magáit. Egyébként jobb oldal, bal oldal, konzervatív oldal, úgynevezett halad oldal, mindenki fújja a magáét, és senki nem figyel oda igazán a másikra. És ennek megfelelően aztán mind a két oldal kezd veszélyes lenni számomra, úgyhogy én próbálom valahol a magam fejében a saját középutamat megtalálni, és a békémet megtalálni ebben, ami azért nem egyszerű, mert a világ nem törődik ebbe bele. Nincs az, hogy most Fanándi kivonul, és akkor éli a maga kis szellemi életét, alkot, és hagyják békén. Nem hagynak békén. Nem ilyen egyszerű a világ. Ez azt jelenti, hogy mondjuk rá szeretni erőltetni a saját maga akaratát, világfelfogását, vagy nézeteit bárki is itt Magyarországon? Nem szeretné, akarja. Hogyan? Teszi. Milyen formában? De hogy? Hát most egyébként a média akár internetről, akár bármilyen eszközből, írott malasztból, bármiből, de
sorokban, sorok között átjön, emberi kommunikációkból átjön. Látom más embereken, akik még mindig ott tartanak, hogy bizonyos orgánumokat figyelnek különböző műsorok miatt, és belelopják az agyába azt, amit akarnak. És ez az ember, ez fújja az igét. 20 emberrel dolgozok együtt, akik ott vannak velem. És ha csak 5 percet beszélgetünk naponta, annyit szoktam velük, abból számomra kijön, hogy merre tart az átlag ember, és miért tart ott, ahol tart. Szóval én óhatatlanul a levegőből beszűrődik ez a furcsa fertőzés, amit most gondolkodásnak, meg ha úgy tetszik, egyfajta filozófiai modernitásnak tekintenek. Nekem meg nagyon-nagyon csípi a szememet, és sokszor mondom azt, hogy uraim, stop, eddig és ne tovább, maradjunk a reszelésnél, és nem érdekel a mese. Ez az úgynevezett újrakonstruálás, ugye ez sokszor, sőt egyre gyakrabban a természetes és a teremtett világ ellen hat. Mi az oka annak ön szerint, hogy világszinten ilyen gyorsan elterjedt? Mert ahogy mondta, gyakorlatilag 3 hónap alatt jelentős látványos változást tud végbe menni. Én azt gondolom, hogy a metropoliszokban élő emberek, akik alapvetően a médián élnek, mint köldögzsinóron, ezek az emberek viharos sebességgel befolyásolhatók. És valahogy azzal, ami számukra egyszerűbb vagy egyszerűbbnek látszik, azzal pillanatok alatt megvehetők. Én nem gondolom azt, hogy az a szántóvető, aki akár itt, akár a világ bármely pontján reggeltől estig kint a földön dolgozik, akármilyen modern eszközzel, köze van ahhoz, hogy megszántom, elvetem, kinő, megérik, learatom, és abból lesz valami. Akik ehhez közel vannak, azokat nem lehet ilyen mértékben megfertőzni. Miért? Tehát miért befolyásolhatóbb, vagy manipulálhatóbb, vagy kiszolgáltatottabb mondjuk a nagyvárosban élő állampolgár? Mert olyan szinten, gondolom én, olyan szinten túlnyomó ez a fajta filozófiai nyomulás minden fronton, hogy annak ebben a közegben nagyon nehéz ellenállni, ahol nincs ellenpélda. Ahol a természeti ellenpéldák ott vannak, ott az ember elgondolkodik rajta, hogy jó, hát ezek ezt mesélik, én meg azt látom, hogy. És akkor legalább a kétség megvan az emberben, de ahol reggeltől estig 24 órában fújják valakinek az agyába, hogy mit kellene gondoljon, amiről. Az előbb-utóbb a kisebbségi érzéssel küzd, hogyha nem azt gondolja. És ha kényelmesebb irányba akar menni, akkor benyalja. Már pedig feltételezem, a kényelmesebb irányba szeretne menni, hiszen magasabb életszínvonalon élnek a nyugat-európai nagyvárosokban élők, kényelmes életet élnek. Sok tekintetben ugye elrugaszkodtak már a földtől, vagy valóban a hagyományos életviteltől is. Kiszolgáltatottabb ilyen értelemben, nem szellemi értelemben. Nekem meggyőződésem egyébként, hogy a nyugati ember, a jólétben növő, élő nyugati ember, aki a történelem kegyelméből és a globális gazdaság kegyelméből pontosan nem is tudják miért, de jólétben élnek. Ezek az emberek nem igazán tudnak mit kezdeni a jólétükkel, és egyébként a hosszú távú békével sem nagyon tudnak mit kezdeni. Én azt látom, hogy az embereknek hiányzik a konfliktus, egyfajta inger szegényé válik, akármilyen gyönyörű autója van, akármilyen szép helyen él, ingerszegényé válik az élete, és keres valami konfliktus helyzetet, és sok esetben ez egyfajta filozófiai konfliktus, és ez vonza ő. Amiért például népszerűek lehettek valamikor a horrorfilmek, hogy mészárolják egymást, és darabolják fel az emberek, ezt nézik. Én nem, mert engem visszataszít, de sokan ezt nézik, mert hiányzik nekik. Miért van annyi háborús film, miért van annyi erőszakos film? Ez az emberek nem tudnak a békével mit kezdeni. Ez a szomorú helyzet. És azt hiszem, hogy ez a fajta, miért hat rájuk ilyen mértékben egyfajta filozófia, ami renitens, ami más, ami, ha úgy tetszik, modern, talán valahol itt van a magyarázat. Én nem állítom, én csak gondolkozom rajta, és próbálom megérteni, de a józanész útján nem közelíthető meg.
Nem csak helyrajzi szempontból lehet különbséget tenni, ugye mondjuk nagyvárosi és vidéki életforma és az ott élő emberek gondolkodása tekintetében, hanem generációs szempontból is, minthogyha többet tapasztaltak, kevésbé lennének fogékonyak ezekre az új szellemi irányzatokra. A fiatalok körében ugyanakkor nagyon népszerű és rendkívüli mód terjed. A fiatalok alapvetően a szabadelvűek, nyitottak, valamennyire rebelisek, legalábbis egy jelentős részük, és mindig a rebelis jelentős rész az az, aki rányomja a bélyegét a többire, nem hagyja békésnek, nem hagyja másmilyennek, hanem nyomul addig, nem nyugszik bele, amíg a másik nem ugyanazt gondolja, mint ő. A fiatalok ilyen szempontból, akiknek nincsenek negatív tapasztalataik, akár szülők, nagyszülők által, azok még mindig azt hiszik, feltételezem, tisztelet a kivételnek, hogy az a frankó, az a trendi, az az igazán dögös, hogyha én azt gondolom, ami mindenki mást pukkaszt. Régen is volt ilyen pukkasztó világ, csak akkor még nekünk is szimpatikus volt. Amikor Amerikában, jó persze, akkor a vietnámi háború ellen küzdöttek az amerikai beat nemzedék. De az is arról szólt már valamennyire, csak annak volt alapja. Volt egy háború, ami igazságtalan volt, sok-sok tízezer ember halt meg bele, vagy százezer, és akkor volt egyfajta magyarázható szituáció hozzá. Ma nincs. Ha csak nem vesszük ennek a demokrácia exportot, amiről tisztán látjuk, hogy emberek százmillióinak teszi tönkre az életét. A lázadástól feltételezem, önmagában nem szeretné megóvni sem a gyermekeit, sem az unokáit. Mégis azt mondta, hogy őket félti ezektől a folyamatoktól. Miért, vagy mennyiben? Én attól a közektől féltem, ami egyszer csak majd körülveszi őket. Nem az ő gondolkodásuk miatt aggódom, mert amit egy szülő megadhat, illetve kötelessége megadni egy hozzá kötődő lénynek, az a tanítás, amit én is megkaptam. Megkaptam a szüleimtől, megkaptam a szüleim által irányított forrásokból, és megértettem, hogy milyen tapasztalatokat szerez valaki a hadifogságban, milyen tapasztalatokat szerez, amikor beásva várja, hogy a front átvonuljon felette, amikor a közvetlen családtagot megerőszakolják és agyonlövik. Ezek a háborús élmények. Aztán én magam is már benne voltam abban, amikor a kommunizmus, itt szocializmus hívjuk, aminek akarjuk, dühöngő idiotizmus. Amikor az volt a mi életünkben, és az én agyam szerint teljesen irreális dolgokat követelt meg tőlünk. Ráadásul a mi családunk ketté szakadt. Két bátyám diszidált, mi ketten itthon maradtunk, és rajtunk porolt el a rendszer a bátyámék távozását, és ennek aztán minden keservével, a tanulni nem engedünk kisfiam, mert megbízhatatlan vagy, apád nem volt pártag munkásőr, bármi nem volt, így aztán nem vagy jó srác, nem kell lesz nekünk. Ezt tökéletesen éreztük, megéltük. És aztán azt hittük egyszer csak, hogy ez a világ megváltozik, hogy abban a kegyelemben van részünk, hogy rendszerváltás történik, és kitör a szabadság, és azt csinálunk, amit akarunk, alkothatok, tanulhatok, ami addig nem adatott meg olyan szinten. Bár én még szerencsés vagyok. De nem kellett hozzá két évtized, amikor azt látjuk, hogy ez az egész egy lidérc fény. Nem erről szól a történet. A történet teljesen másról szól, csak egy darabig nem ismertük fel. Most ki a szerencsésed, mert hogy sokáig volt a keleti blokk lesajnált, és ugye a posztkommunista országok is lemaradottak. Nyilván nem feltétlenül életszínvonal tekintetében gondolom, de mondjuk, hogyha itt ezek az uralkodó szellemi irányzatok valóban olyan szinten hatalomra törnek, ahogy arról most beszéltünk, védettebb lehet mondjuk Lengyelország, Magyarország, Visegrádi négyes? Hát feltétlenül ezt remélem, igen. Igen, hogy védettebb, hogy van egyfajta a szellemi védettség, és egyébként a globális őröket pont ez zavarja, hogy vannak zárványok, amikre nem tudnak hatással lenni, és nem az történik, amit elképzelnek. Ez a nemzetállamnak a bűne, hogy képes még mindig önállóan döntéseket hozni magáról, és én azt gondolom, hogy ennek igenis meg kell maradni. Lehet, hogy én nem vagyok elég korszerű gondolkodó, én nem tudom elképzelni a világfalut. Én nem látom azt, hogy az kinek jó. Hogy fog kinézni az a világ, amikor intézményesen tapétázzuk be szeméttel az óceánt, amikor a saját életfeltételeinket irgalmatlan módon lebutítjuk, és tönkretesszük, és lehetetlenítjük,
Márpedig az a szabadság, amit itt most hirdetnek nekünk, amikor ezt összeházasítjuk egy 20 milliárdnyi embertömeggel, akár mit csinál a mesterséges intelligencia, az meg még borzalmasabb egyébként, ha nem lesz dolga ennek a 20 milliárdnak, hanem majd dolgozik a nagy üzem, a mesterséges intelligencia, és az emberek kapnak valamiféle életjáradékot, hogy itt van egy csin, valamit csinálj magaddal. Az lesz a legborzalmasabb dolog, ez jó, Úristen mentsen meg bennünket tőle, de ebbe az irányba kívánják sokan vinni a világot, és én azt hiszem, hogy ez valami olyan rém nekem, az én gondolkodásomnak egy olyan rém, amitől bármi áron szeretném megkímélni a gyerekeimet. Úgy fogalmazott még beszélgetésünk előtt, hogy elborzasztja, hogy milyen szinten romlik az emberi szellem az elmúlt időszakban. Igen. Miben tetten érhető ez, a szellemi leromlás? Én azt gondolom, hogy, és megint csak tisztelet a kivételnek, de az, hogy ilyen végtelenül együgyű filozófiákkal embertömeget meg lehet hülyíteni. Az, hogy egy civilizációban felnőtt embert le lehet térdeltetni, hogy csókogassa más embernek a lábát. Tök mindegy, hogy a zöld lila bármilyen színű. Ez olyan szellemi leépülés, amire nem tudok jobb szót találni. Most lehet, hogy van úgynevezett szellemi mainstream, aminek illik megfelelni, és ha valaki nem felel meg, akkor úgy jár, hogy kirúgják, miközben futballedző. És azonnali hatálya, mert nem éppen azt fújta, ami a kötelező. Ez ijesztő. Egyébként az első jel, vagy az első jelek egyike, ami ijesztő, kellene, hogy legyen. Hát most engem nem nagyon ijeszt, mert az én életemet még nem befolyásolja, de akik a világért felelősen gondolkodó emberek, kvázi politikusok, aki felelős politikus, azt el kellene borzassza egy ilyen jel, mert ilyeneket már láttunk a történelemben, azt hiszem, és ebből nagyon kellene tanulni. Hát ha valami ellen föl kellene lépni, az ellen föl kellene lépni. Nekem disszonáns az, hogy számomra azok tűnnek a legrasszistábbaknak, akik egyfolytában azt fújják, hogy no rasszizmus. És dől belőlük a kettős mérce, dől belőlük a megkülönböztetés, dől belőlük az intolerancia. És még sorolhatjuk ezeket a fogalmakat, amik mind jelentőséggel és tartalommal töltődnek fel az utóbbi időben. És ez az egész együtt egyébként nagyon nyomasztó. Ha valaki gondolkodva, értve figyeli a világ alakulását, ez nagyon nyomasztó. Célok és önfegyelem, ugye ez az, amit sokszor elmondott, ez vitte előre az életben. Milyen célokat fogalmazna még meg magának zárásképpen? Még nem nagyon tartok ott, hogy zárjak. Még nem írom a vakancslistát magamnak. Jelen pillanatban az elmúlt néhány év és a következő néhány év az alkotásról szól. Amikor én valamit jobban akarok csinálni, mint mások, ez szintén csak a hajózás világa, kikötőépítés, és igyekszem olyan kikötőket építeni, amit más nem tud, vagy nem olyan szinten tud, és ez a következő éveknek még a programja, hogy mire ez a következő pár év lezajlik, addigra én már 70 körül leszek, vagy több, hogy utána hova tovább, azt nagyon nehezen fogalmazom én meg. Egyelőre azt hiszem, hogy kellő fatalizmussal várom, hogy ez a következő néhány év mire fut ki. Mire fut ki a körülöttem lévő világban, mire fut ki az én lelkemben, az én gondolkodásomban, a környezetemben, a lehetőségeimben, és annak megfelelően határozok meg magamnak további célokat. Pont ez, amiről beszélgettünk, ez az irdatlan sebességgel való változás. Illetve én ezt a változást, ezt még csak nem is fejlődésnek mondtam, hanem változásnak, de még csak nem is változás, hanem pusztulás. Hát ezt figyelni fogom, hogy merre megy, és ebben én hol találom meg a helyem, ha megtalálom. Hagyjuk is a levegőben ezt a kérdést, és valóban meglátjuk, hogy mit hoznak az elkövetkezendő hónapok és évek. Fanándor, köszönöm szépen a beszélgetést. Élveztem a beszélgetést. És nézőinknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk az Abszolút következő adásában is, a viszontlátásra.